Sorsdöntő napok a radikális jobboldal számára az Európai Parlamentben. Hivatalosan megalakult a konzervatívok és reformerek csoportja, amely többek között az Olaszország testvéreit és a lengyel jog és igazságosságot foglalja magában. Képviselőinek számát 84-re növelték, ezzel a harmadik legnagyobb erővé váltak az európai törvényhozásban. Céljuk, hogy erőteljesen befolyásolják az új európai politikákat. Il peso politico si è spostato in maniera sensibile verso destra. A politika is új jelentős mértékben jobbra tolódott el, és ez az európai konzervatívok szerepét különösen stratégiai jelentőségűvé teszi, mert a jobb közép a politikai valóság súlypontja, így ez a változás lehetőséget ad számunkra, hogy különösen befolyásosak legyünk. Egy másik radikális jobboldali csoport az Új Hazafiak Európáért, amelyet Orbán Viktor magyar miniszterelnök június 30-án alapított Csehország és Ausztria nacionalista pártjaival. Új tagok is jelentkezhetnek, mint például a francia Nemzeti Tömörülés, vagy az olasz Lega, s ez növelni a parlamentben betöltött jelentőségüket. E pártok némelyike nagyon pragmatikus megközelítést alkalmaz. Szükségük van egy csoportra, hogy szerepet tölthessenek be a parlamentben, bizottságokat vezethessenek és pénzt kapjanak. Szóval végül kompromisszumot köthetnek. Valószínűbbnek tartom a kompromisszumot Orbán új pártjával, mint a konzervatív frakcióval. Ezek a lépések az Identitás és Demokrácia csoport végét jelenthetik, azért a csoportét, amelyben jelenleg a Lega és a Nemzeti Tömörülés EP képviselői ülnek. Jelenleg az Identitás és Demokráciának nincs meg a megalakulásra szükséges minimális létszáma, vagyis legalább 23 fő 7 országból. Az igazság napja július 8-a lesz, amikorra a Hazafiak Európáért és az Identitás és Demokrácia is összehívta alakuló ülését.